Május 14, 1 Sámuel 15, 1, 16, 23. Egyszer ezt mondta Sámuel Saulnak. Engem küldött az úr, hogy felkenjelek népe Izrael királyává. Most hallgass az úr beszédjére. Ezt mondja a seregek ura. Számon tartom, hogyan bánt Amálek Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most indulj, verd le Amálékot, és írts ki mindent, amilye van. Ne kíméld, Öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, a marhákat és a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Ekkor mozgósította Saul a hadinépet, és számba vette teláimban. 200 ezer gyalogost és 10 ezer embert Júdából. Amikor Saul eljutott a városáig, lesbeállt a folyóvölgyben. De a kénieknek ezt üzente Saul. Menjetek el innen, távozzatok el az amálékiak közül, hogy ki ne vele együtt titeket is, mert ti szeretettel bántatok Izrael fiaival, amikor kijöttek Egyiptomból. Erre eltávoztak a kéniek az Amalékéak közül. Saul pedig vágta Amálékot Haveilától egészen a Sóba vezető útig, amely Egyiptommal szemben van. A gágot, Amálék királyát élve fogta el, de az egész népet fegyverrel írtotta ki. Saul és a hadi nép azonban megkímélte a gágot, meg a juhoknak és a marháknak a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat, és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiirtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot írtották ki. Akkor így szólt az úr igéje Sámuelhez. Megbántam, hogy királyát tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit megparancsoltam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az úr előtt. Reggel korán fölkelt, hogy találkozzék Saullal. De ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Karmerbe érkezett, és ott emlékoszlopot állítatott magának. Azután megfordult, továbbment és lement Gilgába. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul. Az úr áldottja vagy te, teljesítettem, amit megparancsolt az úr. Sámuel azonban megkérdezte, akkor mi ez a jó bégetés, amely a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul azt felte. Az amári től hozták azokat, mert megkímélte a nép, a jók és a marhák legjavát, hogy Istenednek az úrnak áldozza, de a többit kiirtottuk. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak. Hallgass! Hadd mondjam el neked, mit mondott nekem ma éjjel az úr. Saul így felelt. Beszélj! Sámuel ezt mondta milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél. Felkent téged Izrael királyává az Úr. Azután ezzel a megbízással küldött utadra az Úr. Menj és írd ki a védkes amelyikieket, harcolj ellenük, még csak nem végzel velük. Miért nem hallgattál az Úr szavára? Miért vetetted magad a zsákmányra? Miért követtél el olyat, amit rossznak lát az Úr? Saul ezt felelte Sámuelnek. Hiszen hallgattam én az úr szavára, végrehajtottam azt a megbízatást, amelyre elküldött az úr. Elhoztam Agágot, a Málek királyát, az amerikiakat pedig kiirtottam. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák legjavát, hogy feláldozza Istenednek az úrnak Gilgálban. Akkor ezt mondta Sámuel. Talán ugyanúgy tetszik az úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az úr szava iránt? Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérjénél? Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Te megvetetted az úr égéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király. Sául így felelt Sámuelnek. védkeztem, bet, megszektem az úr parancsát és a te beszédedet? Mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. De bocsásd meg ez úttal védkemet, és gyere vissza velem, hogy leboruljak az úr előtt. Sámuel azonban ezt mondta Saulnak. Nem megyek vissza veled, mert megvetetted az úr igéjét, az úr pedig elvetett téged, és nem maradsz tovább Izrael királya. Ezzel Sámuel sarkon fordult, és menni készült de Saul megragadta a köpenye szélét, úgyhogy az leszakadt. Ekkor így szólt hozzá Sámuel. Így szakítja el tőled az úr a mai napon Izrael királyságát, és másnak, nálad különnek adja. Izrael fenséges istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem emberő, hogy bármit is megbánjon. Saul pedig ezt mondta. Védkeztem, de azért ad meg nekem a tiszteletet népen vénei és Izrael előtt. Gyere vissza velem, hogy leboruljak Istened az úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az úr előtt. Azután ezt mondta Sámuel, hozzátok elé magágot, a Malék királyát. Agág odament ment hozzá, bilincsbe verve, és ezt gondolta Agág. Bizonyára elkerült a keserű halál. De Sámuel így szólt. Ahogyan gyermektelenné tett asszonyokat akardod, úgy legyen gyermektelenné anyád az asszonyok között és felkoncolta Sámuel Agágot az úr előtt Kirgában. Ezután elment Sámuel Rámába, Saul pedig hazament Saul Gibeájába. Sámuel nem is látta többé Sault holt a de bánkodott Sámuel Saul miatt, mivel megbánta az úr, hogy Sault Izrael királyává tette. Az úr azonban ezt mondta Sámuelnek, Meddig bánkodsz még Saul miatt, hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Hogyan mehetnék oda? kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl. De az úr azt felelte. Vigyél magaddal egy üsződ, és mondd azt. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. Ezután hívd meg isait az áldozati lakomára. Én pedig majd a tudod adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. Sámuel úgy is tett, ahogyan megmondta neki az úr. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték tőle. Békés szándékkal jöttél? Békés szándékkal felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. Szentejétek meg magatokat, és gyertek velem az áldozati lakomára. Miután szennek találta isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta magában. Biztos ez lesz a felkent, aki most itt áll az úr előtt. De az úr ezt mondta Sámuelnek. Neked tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Ábinadábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő ezt mondta, őt sem választotta az úr. Ezután Sammát vezette oda Isai, de Sámuel ezt mondta, őt sem. Hét fiát vezette így oda Isai Sámuel elé, de Sámuel ezt mondta neki, ezeket nem választotta az úr. Majd megkérdezte Isaitól, itt van az összes fiad? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a jókat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak. Üzelj neki azonnal és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Érte küldött tehát és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az úr, rajta, kent föl királyá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarót és testvérei körében fölkente őt. Akkor az úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment rámába. Saultól viszont eltávozott az úr lelke, és egy gonosz szellem kezdte gyötörni, amelyet az úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak. Látod, Istennek egy gonosz szelleme gyötört téged, de a mi csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, akiért a pengetéshez. És ha majd Istennek a gonosz szelleme megszáll, akkor ő játszik majd valamit, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáinak. Keressetek hát nekem egy embert, aki szépen tud játszani a lanton, és hozzátok ide hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és azt mondta. Én láttam a Betlehemi isai egyik fiát, aki tud lanton játszani. De férfi, harcra termett, okosbeszédű, beszédű daliás ember, és vele van az úr. Saul tehát követeket küldött Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld el hozzám Dávidot a fiadat, aki a juhokat szokta őrizni. Isai pedig fogott egy szomarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskegidát rakott, és elküldte Saulnak a fiával, Dáviddal. Dávid megérkezett Saulhoz, és a szolgálatába szegődött. Ő pedig igen, megszerette, és a fegyverhordozója lett. Akkor ezt üzente Saul isainak: hadd szolgáljon engem, Dávid, mert igen, megkedveltem! És valahányszor Istennek ez a szelleme megszállta Sault. Dávid fogta a lantot, és játszott rajta valamit. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, a gonosz szellem pedig eltávozott tőle. János 8, 1, 20. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is fogadták, felegyenesedett, és azt mondta nekik. Az vessen rá először követ, aki bűntelen közületek. És lehajolva tovább írt a földre azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram Jézus. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj, és mostantól fogva többé nevét kezd. Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik, Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom honnan jöttem és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az atya, aki elküldött engem. A ti törvényetekben megvan írva, hogy két ember tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték. Hol van a te atyád? Jézus így válaszolt. Sengem, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstánál mondta Jézus, amikor tanított a templomban. És senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Zsoltárok 110.1.7. Dávid Zsoltára Így szól az Úr az én Uramhoz, ő jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az úr a Sionról, uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ, szent töltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat olyan a te ifjúságot. Megesküdött az úr, nem bánja meg. Pap vagy te örökké, melkisédek módján. Az úr van jobbodon, királyokat zúz összeharagja napján ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holtestek lesznek, összezúzza sok ország fejét. A patakból iszik útközben, ezért emeli föl a fejét. Példabeszédek 15, 8, 10 A bűnösök áldozatát utálja az úr, de a becsületesek imádságát kedveli. Utálja az úr a bűnös útját, de szereti az igazságra törekvőt. Rosszul esik az intés annak, aki letér az ösvényről, pedig meghal az, aki gyűlöli a dorgálást. Ámen.